egy szép emlékű mozgáskorlátozott, nyugdíjas és Őzi Rózsa népdalkörös tagunk Zádori Józsefné Pannika néni tolbamondása alapján maradt ránk. Szeretettel emlékezünk rá, aki 90 éves kora ellenére aktívan volt közöttünk. Kivételes tehetséggel, szorgalommal volt megáldva. Bámulatosan, szívből mesélt, szavalt, szépen hangsúlyozva. Frissen élt emlékezetében a Kiviseli a nadrágot című színpadi előadás, melynek ő is szereplője, sőt, főszereplője volt. Amikor mesélte, éreztük, hogy szívesen látta volna újra új szereposztásban. Itt el kell mondanom, hogy akkor, amikor Panni néni nekünk tolba mondta ezt, Bálintné Margitkával mentünk el hozzá, megkért, hogy szeretné elmondani ezt a történetet, amit annak idején ő is szerepelt fiatalkorában, és mindig várta, hogy majd előadjuk. De akkor még nem volt felnőtt színjátszó csoport, gyerekekkel majd látni fogják, ezt a darabot nem lehetett előadni. Így csak akkor tudtuk napirendre tűzni és eljátszani, amikor egy évvel ezelőtt megalakult a felnőtt színjátszó csoport. Sajnos Pannika néni már elköltözött azóta, de reméljük, hogy most figyel ránk, és nagyon örül annak, hogy eljátsszuk azt a darabot, amit annak idején ő is szerepelt. Emlékét szívünkben őrizzük, és fogadják szeretettel. Terjedelme miatt egy kicsit kiegészítettük ezt a darabot, mert ő egy rövidebb részt, majd a kocsmai jelenetet mondta el nekünk, és úgy gondoltuk, hogy kerekebb lesz, egészebb lesz, ha egy kicsit teszünk hozzá. Így most nem a Kiviseli a nadrágot címet adtuk ennek a jelenetnek, hanem a Keresem a család tagjaimat címet adtuk, és majd ezt fogják látni, úgyhogy fogadják szeretettel ezt a jelenetet. Köszönöm. És még adós vagyok egy dologgal. Nem mondtam el a szereplőket, hogy kik is játsszák. Hát a férj, vagy a főnök, ahogy Pannika néni mondta, Rabi Antal, az apuka. Szerepelnék benne két férfi, az első férfi, ifjú Rabi Antal, illetve a második férfi, Faragó Norbert. Szereplők vannak még többen is természetesen. A férnek van egy felesége, akit Tótné Icuka játszik, Tecuska a szerepben. Aztán vannak asszonyok, az első asszony Bálintné Margitka, a második asszony Lippainé Icuka, van egy kocsmárosunk, aki Gálné Incike, van egy nagymamánk, aki Marótiné Pannika néni, és van egy mesélő, Kálmárné Mónika, aki én vagyok. Kocsmárosné, szép csárdásné, bort hozzon az asztalra. Várom a barátaimat. Igen, és úr, a szokásos jó lesz. A szokásos nedűt hozza, kedveském. Tudja, a feleségem, Tecuska, most ünnepli a nevenapját a barátnőivel. Én meg azt mondtam, elmegyek kártyázni. Hát gondoltam, helyette megtérünk egy kicsit poharazni. A barátaimmal, akiket úgy gondolom, ott vannak már az ajtóba. Gyertek csöbbe! Gyertek, barátaim! Hát, üdvözöljelek titeket! Szerinte rég láttalak! Szia! Foglaljatok helyet! Az első kör természetesen én fizetem! Az jó lesz! Bizony, az jó lesz! Már ma még nem ittunk semmit, de
mehet ez így tovább. Inni kell, ha meghalunk is, ígyunk hát az angyalát. Éj az egészség! Most arra ígyunk, hogy fiam született. Úgy van, nőjön nagyra! Egészségünkre! És te, barát! Kocsmárosi alapirány! Ide a legjobbik borát! Bél legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Legény búcsút tartunk, ígyunk arra! Ez az! Nagy merészség, oda a legénység! Egészségünkre! Egészségünkre! A férfiak iszogattak, és emiatt le is ittasodtak. Mikor már nagyon-nagyon sokat ittak, bóbiskolni kezdtek. Észre sem vették, hogy a nap már régen lement, és csak a hold világít. Közben az asszonyok is összejöttek, hogy Tecuskát fölköszöntsék a főnökék lakásán. Hát az bizony nem járt erre. Itt de valami összeesküvés van az olaszban. De még az én emberem is elment. Azt mondta, olyan régen kártyázott, elment. Itt hagyott csapot, papot, eltűnt. Itt valami összeesküvés van az olaszban. Hát, én a fiamat keresem. Én hát meg az unokáimat. Na! Rám bízta az anyjuk őket. És nagyon-nagyon sajnálom, mert már rég itthon kellett volna nekik lenni, és nem tudom, hogy hol lehetnek. Hát ez borzasztó, Málinén. Mit csináljunk? Hát már figyeljetek ide, már este fele jár. Igen, későre jár. Gyerünk, nézzünk utána, hogy hol lehetnek ezek az emberek. Ez nem... normális dolog. Ez nekem nagyon-nagyon gyanús. Menjünk az ivóba. Hát, ha ott vannak. Jó. Várjatok, fölveszem a kendőt, és nehogy megfázzak. Gyerünk.
házolja, de mit fog szólni a mennyasszonyom, ha holnap álmos leszek? Jaj, halljátok, akár indulhatnánk is. Ha én hallottam egy nagy, ha gondolját, elérek jönni. Halljuk. Szóval, hogy sose voltam híve a sok beszédnek. Nem dolgok csak, amikor beszél. Amióta leestem a hordóról, kériszonyomban a sörös korsótó, hanem vágyodom azóta a magasba. Általában pince padlón borozgatott maramba. Ő nem szédít meg a dicsőség, legalább a földön járok, ám át fővel négy kéz láb. Jó estét, kedves fiam! Látom, nagyon jó itt a hangulat. Hát, igapot! Hát, te tényleg a kutya fáját, hát mit keresed, hogy mi legyünk te utána? Mit csináltam volna otthon? Hasta mindegy. Hát az oszlop a lopom valahelyre, vagy nincs esetleg dolgod? Lehet volna dolgom, de hogy mennék én bármibe is belekezdeni maga nélkül? Ken majd nem fogja jóvá hagyni. Úgy nézek én. Csináltam, úgy csináltam. Úgy nézek én ki, mint aki volt bármibe bele tudna szólni. Te a kutya fáját. Hát a modrágot azt mégiscsak én voltam. Hát, hogy az a fittyegős fele, sisteregjen bele a kent asszonypusztító kocsmába járó éjszakázó betyár tervétletibe. El kell, hogy megcifrázzak. Tűrtem, ameddig tűrtem, de most már elég. Bennem az asszonyára talál. A biztos. Kivelem én a maga kutya, te maga fejébe lesz a kutya természeted. Jó, fejem, hagyjuk. Hogy menj engem meg a lázda a szimborái előtt? Nők, hogy ilyen, azt a mindenit, azért a nadrágot, mégis csak én hordom. Az lehet, hogy a nadrágot képviseli, de a papucsot még képviselem. Jaj, mi lesz, ha én utána mit jön az asszony? Húj, éppen gyorsan az asztal van, most egyedül a biztonság. Én úgy látom, hogy az én unokájaim itt nincsenek. Hát Mári néni, azok itt nincsenek, elmentek a diszkóba. De reggelre haza fognak érni, nyugodjon meg. Hát mostanában nagyon rossz alból vagyok. Hát hazamegyek, és hazavárok őket. Jó éjszakát! Hát most már el is megyek. Jó éjszakát mindenkinek! Thank you.
Ha nem, Zóját, ott van meg az asszony, vár a gyerekbe. Menjünk szépen haza, a többit meg majd otthon megbeszéled a feleségeddel. Jó éjszakát kívánok! Tisza vízre, hogyha a szélyek fújja. Haragszik a galambom, hogy miért azt nekem meg is mondta. Berúgta a szélyek. De nem baj, haragudjon majd meg végül. Már csak így szokott ez lenni végül. Nincs is igaz a nagy szerelem egy kis harag nélkül. Sima már a Tisza vize, fürdik a hold benne. Én szóltam a galambomhoz békítgetés közben, hogy bármit mond is ez a huncut világ, szíve egyedül csak téged imád. A télben, nyárban, zivatarban csak hű maradt hozzá. De bármit mond is ez a huncut világ, szívem egyedül csak téged imád. Télben, nyárban, zivatarban csak hű marad hozzá. Thank you.
nagyon szépen köszönjük a tapsot. Én is szeretnék megszólalni, befejezni a mesét. Ugye hála Istennek happy enddel végződött, mint ahogy általában a mesék is úgy végződnek. A nagyon aranyos és kedves Tecuska megbocsájtott, a szintén nagyon aranyos és kedves jó férjének, ahogy az életben is ez lenni szokott. Számtalanszor van ilyen, ezt félre mondom, szituáció, nehogy itt a férfiak majd nagyon megharagudjanak, aki magára ismer. Mert hogy ezt a történetet az életből merítettük, a tapasztalatokból, és remélem, hogy nagyon sok családban, ha vita is van, vagy veszekedés, az hasonló happy enddel végződik. Megbocsájtunk egymásnak, akár hogy is összeszólalkozunk, vagy nézeteltérés van köztünk, és nem válással fejeződik be a házasság, hanem a férj és feleség számtalanszor, ezerszer meg ezerszer megbocsájtanak egymásnak. Én azt kívánom, hogy minden családban így legyen, hogy megtudjuk egymás hibáit bocsájtani, és hosszú-hosszú legyen mindenkinek a házassága. Ehhez viszont nagyon sok türelemre, megértésre van szükség. Ezért én kívánok mindenkinek nagyon sok erőt, nagyon-nagyon sok türelmet, és nagyon jó egészséget a továbbiakban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. És befejezésként készültünk még egy talcsokorral. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ezek ismert dalok, és énekeljük együtt ezeket a dalokat, és ezzel is a vidámság legyen a mai estén a fő szereplő, és érezzük, és érezze mindenki nagyon jól magát. Köszönöm szépen!